A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése, Szent János evangélista szerint. Az utolsó vacsora után Jézus kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra, ahol egy kert volt, s oda betért tanítványaival együtt. De Júdás is, aki elárulta, ismerte azt a helyet, mert Jézus tanítványaival gyakran járt oda. Júdás akkor kapott egy csapat katonát, a főpapoktól és farizeusoktól pedig szolgákat, és kiment velük lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel. Jézus tudta mindazt, ami Izeá vár, eléjük ment tehát, és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Ők ezt válaszolták. A Jézus, a Jézus, a Nazareti Jézus, a Nazareti Jézus. Jézus erre így szólt neki. Én vagyok. Ott állt pedig közöttük Júdás is, aki elárulta. Amint tehát azt mondta, én vagyok, meghátráltak és a földre este. Ő újra megkérdezte tehát tőlük. Kit kerestek? Azok pedig felelték. A Jézus, a Jézus, a Nazareti Jézus, a Nazareti Jézus. Jézus így folytatta. Mondtam már nektek, hogy én vagyok, ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket. Így teljesült be, amit mondott, hogy senkit sem veszítettem el azokból, akiket nekem adtál. Simon Péternél azonban kard volt, kirántotta és a főpap szolgájára sújtott, és levágta annak jobb fülét. A szolgának Málkus volt a neve, Jézus azonban rászólt Péterre. Tedd vissza a hüvelyébe kardodat, ne ürítsem ki a kelyhet, melyet az Atya adott nékem. A csapat tehát, az ezredes és a zsidó őrség elfogta Jézus és megkötözte, és először Annáshoz vitték, mert ő apósa volt Kaifásnak, aki abban az évben főpap volt. Ő adta a zsidóknak azt a tanácsot, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak, s így bejutott Jézussal a főpap udvarába. Péter pedig kint maradt az ajtónál. A másik tanítvány, a főpap ismerőse kiment, szólt az ajtónálónak és bevitte Pétert. Az ajtóőrző leány közben megjegyezte. Péter így felelt. Nem vagyok. A szolgák és a foroszlók a parázsló tűz körül álltak, és melegedtek, mert hideg volt. Péter is közéjük állt, és melegítette magát. A főpap tanítványai is tanítása felől kérdezte Jézust.
Jézus így válaszolt. Én nyíltan beszéltem a világ előtt. Én mindig a zsinagógában tanítottam, és a templomban, ahová a zsidók mind összejönnek, és titokban semmit sem szólottam. Mit kérdez engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Ők tudják, hogy mit mondottam. E szavakra az egyik ott álló koroszló arcul üdötte Jézus, és így szólt. Így felelni a főpapnak. Jézus így válaszolt. A rosszul szólottam, bizonyítsd be a rosszat. Ha pedig jól, miért ütsz engem? Annás akkor megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz. Simon Péter még mindig ott állt, és melegítette magát. Újra megkérdezték tőle. Menj be, te is az ő, a nyitványai közül. Péter tagadta, és így szólt. Nem vagyok. Erre a főpap egyik szolgája, rokona annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte. Nem téged láttal a kevére a kertben. De Péter ismét tagadta, és erre mindjárt megszólalt a kapas. Kaifástól a helytartóhoz vezették Jézus. Korha reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy be ne szennyezzék magukat, és így megehessék a húsvéti bárányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte. Mivel vádoljátok ezt az embert? Azok így szóltak. Ha nem volna gonosz tevő, ha nem volna gonosz tevő, nem adtuk volna Pilátus ezt mondta. Tartsátok meg csak ti őt, és ítélkezzetek róla törvényetek szerint. A zsidók azonban ezt válaszolták. Teljesedett, amit Jézus mondott, amikor halálának módját előre megmondta. Pilátus akkor visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézus, és megkérdezte tőle. Te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt. Te magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták néked rólam? Pilátus erre ezt mondta. Vajon zsidó vagyok én, a saját téper és a főpapok adtak kezembe. Mit mivel tél?
válaszolt. Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. Ám az én országom nem innét való. Pilátus közbeszólt. Tehát király vagy te? Jézus így válaszolt. Igen, én király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról, és mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus erre ezt mondta. Mi az igazság? Ez szavak után ismét kiment a zsidókhoz, és ezt mondta nekik. Én semmi vétket sem találok ő benne. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsásson. Hát akarjátok én, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát. De azok újra kiáltozni kezdtek. Nem ez, nem ez, hanem Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koronát fontak, fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Azután eléje járultak, és így gúnyolottak. Üdvözlégy, 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 zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk. Nézzétek, kihozom őt nektek, hogy megtudjátok, hogy semmi vétket sem találok ő benne. Jézus akkor tövis koronával és bíbor köpenyben kijött eléjük. Pilátus azt mondta nekik. Íme az ember! Láttára a főpapok és a szolgák kiáltozni kezdtek. Ez is meg! Pilátus ezt mondta. Vegyétek át, és kifeszítsétek keresztre, mert én semmi vétket sem találok ő benne. De a zsidók nem tágítottak. Megünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia. Mert Isten fiává,
E szavak hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézust. Honnét való vagy te? De Jézus nem felelt. Pilátus erre ezt mondta. Nekem nem szólasz, nem tudod én, hogy hatalmam van megfeszíteni téged, és hatalmam van elbocsátani téged. Jézus így válaszolt. Semmi hatalmat sem volna fölöttem, ha nem kaptad volna onnét felülről. És azért annak, aki engem kezedbe adott, nagyobb az ő bűne. Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézus. A zsidók azonban ezt kiáltozták. Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja, mert mindaz ki magát királyá teszi. Ellenszegül a császár. Pilátus kivezette Jézust, a bírói székbe ült a köves udvaron, melyet héberül Gabbatának neveznek. A húsvéti készület napja volt, a hatodik óra táján, és így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királytok! De azok tovább kiáltoztak. Emberem, feszíts meg őt! Pilátus megkérdezte, ha ti királytokat feszítsem én meg, de ha főpapok tiltakoztak, nincsen királyunk, csak császár! Nincsen királyunk, csak császárunk! Akkor kiszolgáltatta neki Jézus, hogy keresztre feszítsék. Erre átvették őt, és elvezették. Jézus keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponya helyre, melynek Éber neve Golgota, és ott keresztre feszítették őt, és vele két másikat két felől, középen pedig Jézust. Pilátus táblát is iratott, és a kereszt fölhítítette. Ez volt pedig ráírva, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A föliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol keresztre feszítették Jézus. Héberül, latinul és görögül volt ráírva. Ezért a zsidó főpapok kérték Pilátust. Ne írjad a zsidók királya, hanem úgy maga mondotta a zsidók királya. Oh,
Pilátus ezt válaszolta. Amit írtam, azt megírtam. Jézus keresztre feszítése után a katonák fogták ruháit és köntösét. Ruháit négy részre osztották, minden katonának egy rész. De köntöse varratlan volt, végig egy darabból szűve. A katonák ezért így szóltak egymás közt. Ne rongaljuk, ne rongaljuk, ne rongaljuk el azt, ha nem vessünk rá sorsot, teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák így is tettek. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, és anyjának nővére, Kleopás hitvese Mária, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a szeretett tanítvány, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután a tanítványhoz fordult, és így szólt néki. Íme a te anyád. És attól az órától fogva a házába fogadta őt a tanítvány. Jézus tudta, hogy beteljesedett már minden, és azért, hogy az írás valóra váljék, így szólt. Szomjazom! Volt ott egy ecettel telt edény. Izsópra tűztek egy ecettel itatott szivacsot, és szájához emeltén. De amint megízlelte az ecetet, így szólt Jézus. Beteljesedett. És lehajtván fejét, kiadta lelkét. A zsidók tehát, minthogy készület napja volt, kérték Pilátus, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vítesse le őket a keresztről, hogy ne maradjanak szombaton, ha keresztel. Nagy ünnep volt ugyanis az a szombat. Oda mentek tehát a katonák, és összetörték a lábszárát, előbb az egyiknek, majd a másiknak, akit Jézussal együtt keresztre feszítette. De amikor Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg lábszárát, hanem az egyik katona láncsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki. És aki ezt látta, tanúja lett, és tanúsága igaz.
így tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mindez ugyanis azért történt, hogy beteljesedjék az írás, csontot ne törjetek benne, és más helyen föltekintenek arra, akik keresztül szúrtak. Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, de a zsidóktól való félelmében csak titokban, kérte Pilátus, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus meg is engedte, mire az elment és levette Jézus testét. Oda jött Nikodémus is, aki annak idején éjszaka ment Jézushoz, és hozott mirha és áloe keveréket, mint egy 100 fontot. Ők fogták Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál. Azon a helyen, ahol Jézust keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sír volt, amelyben még senkit sem temette. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt oda helyezték,